Üdvözlök mindenkit a mai beszélgetés alkalmával. Gyakorlatilag folytatjuk a termináros munkáról szóló beszélgetést. Azaz, vegyük észre, hogy első körben nem az a lényeg, hogy egy csomó parancsot, annak a kapcsolóját megtanult, hanem véleményem szerint az, hogy a terminálodat kiválaszt, eldöntsd, hogy azzal szeretnél dolgozni, és kényelmesen tedd. Miért? Mert a terminálos munka abból áll, hogy te begépelsz valamit a parancsorba. Azaz ide a terminálba begépelem, hogy CD, és hát szeretnék ezzel valamilyen könyvtárba belépni, de én úgy gondolom, hogy nem akarom az összes könyvtár egész nevét beírni, hanem például csak annyit, hogy dok, és megnyomom a tab billentyűt, és leenterezem, és itt már lehet látni, hogy a saját könyvtár dokumentum könyvtárába beléptette magam. Azaz egy automata kiegészítést, vagy automata parancs felajánlást szeretnék minden terminálomba, minden selembe, így pontosabb, látni. Miért? Mert kényelmes. Mert hogyha beírom, hogy XCO, akkor kiírja, hogy milyen parancsok vannak, az X-color, egy szín azonosító dolog, meg a kompozitáló eszköz, amit most jelen pillanatban a Picom helyett használok, mert a Picom éppen villogni kezdett, lényegtelen. Tehát kiegészíthetem, kényszeríthetem a gépből azt, hogy ő segítsen nekem, azaz ne kelljen folyamatosan mindent feltétlenül begépelni. Ennek két oka van. Egy, nem vagyok írógép. Tehát bevallom őszintén, 3-4 ujjal gépelni tudok, de gyorsabban nem. A másik pedig az, hogy ha én gépelek, akkor az elütésnek a veszélye nagy. Hiszen előfordulhat, hogy egy parancsorba valamit elütök, és akkor nem fog elindulni a dolog, vagy nem csak a dokumentum, hanem esetleg mélyebb könyvtárszerkezetbe, több alkönyvtár szerkezetbe szeretnék belépni, akkor az egészet hadd ne gépeljen már be, jó? Hanem az első két betű, aztán tab és menjen. Azaz nagyon fontos a terminálos munkához az, legalábbis az én szemléletemben, hogy az kényelmes legyen. Az egyik ilyen dolog az, hogy legyen megfelelő, kiegészítő a te seledhez. A te munkádat könnyítsd meg. Megvan a basnak is, meg a ZSH-nak is, meg feltételezem, bár azokat én ennyire nem ismerem, a többi shellnek is azok a kiegészítői, amik ilyen kellemességeket tudnak neked adni. Az első gondolat az, hogy ez a kellemességeket, ezeket hogyan tudod megtalálni. Én azt mondom, hogy olvas utána, hogy a te shelledhez mi az, ami kényelmes, mi az, ami jó, és mi az, ami van. Egyet már említettem, meg ki is fogok rátérni, mert abban rengeteg plugin van, az OhMi ZSH kiegészítő, de most kettő másikat érdemes átgondolni. Az első, hogyha te neked van egy shelled, a shell nevével, például ZSH, nevével keres rá arra, hogy completions, tehát a kiegészítő, kompletté tevő dologra, és akkor ezt az automata kiegészítőt, amit előbb láttatok, azt megtaláljátok és fel tudjátok telepíteni. Hogy a te shelledbe ezt hogyan hívják, hogy a te rendszeredbe hogyan kell ezt telepíteni, hát azt te fogod majd megtudni, hiszen nyilvánvalóan látható, hogy én egy árcsalat, a magyar árcsalat dolgozom jelen pillanatban, ott ezen a néven találod meg azt a kiegészítő kis csomagocskát, ami a ZSH-t kiegészíti azzal, hogy kiegészítsen neked a beütött dolgaidat, és ajánljon föl valamit. Hiszen láttátok, fölajánl kettő darab, fölajánlott kettő darab programocskát, ami azzal kezdődik, iszonyat kényelmes. Illetve, hogyha van kedvetek, az Autosuggestions nevű eszközt is nézzétek meg, ami egy picit hasonló ehhez, és kényelmesebbé, gyorsabbá, egy kicsit emberibbé teszi a te seledet. Hát ennek örömére nézzük is meg, mit tud az én kedvenc, inkább így mondom, automata kis dolgocskám, méghozzá az OhMi ZSH. Írtam róla a cikket, múltkor is ajánlottam, bizony, aki ZSH-t használ, annak érdemes elgondolkodni ennek a használatáról. Nézzük meg, pluginok, a pluginok, azok a kütyük, amik a te munkádat segítik. És én most nem arról beszélek, hogy a prompt.
tehát a terminálodba ez itt hogyan nézzen ki, az véleményem szerint ennek a témázása századrangú. Úgy állítod be a ZSH-nak meg a Basnak is, vagy akármelyik Shell-nek a promptját, ahogy neked tetszik, nagyon szép, színes, nyilacskás egyebet tudsz összehozni. Nekem az nem kell, engem zavar, régen is DOS alatt is ilyen kis prompt volt, és nem voltak színek. Nekem ez nagyon megfelel, hogy kírja, hogy ki vagyok, tehát milyen néven vagyok bejelentkezve. Mindig figyeljünk arra, amit múltkor mondtam, hogy nem mindegy, hogy rootként, tehát teljes jogú felhasználóként, vagy csökkentett jogú, hát mezei userként vagy bejelentkezve, máshoz férsz hozzá, más dolgokat tudsz megtenni, tehát első körben ezt kérja, látod, Laciként vagyok bejelentkezve, azt kérja nekem azt, hogy melyik könyvtárban vagyok. A későbbiek folyamán nagyon-nagyon rá fogunk feküdni arra, legalább ezerszer elmondom, hogy egy parancs futtatása lehet, hogy bárhol futtatható, azaz egy frissítési parancsot, hogyha kiadsz bármelyik könyvtárba, bárhol elindítva, ugyanazt fogja tenni. De nyilvánvalóan a Kuka könyvtárba a törölj ki mindent parancs, az bizony, hát egy jó dolog, mert kitörli azokat a fájlokat, amire neked nem kellenek már, és ki lehet dobni, de mondjuk a Dokumentum könyvtárba itt helyben nem biztos, hogy jó lenne, ha kiadnám azt a parancsot, hogy törölj ki végleg, törölj ki mindent, igaz? Ezért erre nagyon figyeljünk, hogy akármit csinálsz, akkor azért bizony tud, hogy hol vagy, és miként vagy bejelentkezve. Lényeg számunkra, hogy vannak olyan kiegészítői a Shell-nek, például a ZSH-nak, ami szépészeti dolog, ezeket átnézed másodpercek alatt, te bizony be tudod állítani a konfigurációs fájlba, hogy hát másképp nézzen ki a prompt, de én azt mondom, hogy előtte érdemes lenne végignézned azokat a dolgokat, miután feltelepítetted az OHMI ZSH nevű eszközt, csomagot, ami fontos. Van egy csomó kiegészítő eszköz. Végig kell nézni. Nyilvánvalóan van a Debianhoz, van a Macintoshoz, van a ZSH mellé, úgy általánosan használható, egyet be is szeretnék majd mutatni, eszköz, és van, ami például Arch alatt lehet használni, meg kell nézni, nézd végig, szállj rá egy 5-10-20 percet, és utána légy szíves eldönteni, hogy melyik, ami kell neked, és melyik, ami nem. Én egy nagyon egyszerűt fogok bemutatni, gyakorlatilag a világ legegyszerűbb feladatát fogja elvégezni, ami megyünk lefele, és sudo. Az a neve, hogy sudo. Ez a sudo, hát nem az a sudo, amit beírogattunk, de annak az egy kicsit, hát kis gépesített dolga. Nézzük is meg, mit tud ez a kis eszköz, ez a plugin, ami az ZSH-hoz készült. Könnyen előhívhatja jelenlegi vagy előző parancsokat az ESC kétszeri lenyomásával, úgyhogy bizony elé kerüljön a sudo. Azaz, hogyha te beírsz egy parancsot, és utána, hát szól a gép, hogy bocsi tesó, de ez csak rootként fogod tudni használni, légy szíves már alé tenni a sudot, akkor mit fogsz tenni? Kétszer megnyomod, ha ez be van aktivizálva, ez a plugin, a kétszer megnyomod az ESC-et, és automatikusan az előző parancs elé beteszi a sudot, és már futtatásra kész is az egész kütyű. Azaz kényelmessé kell tenni. Én igazából úgy gondolom, hogy próbáljuk is ki. Figyelj, nem írok semmit, hanem a felfele nyilacska nyomkodásával előkeresek egy olyan parancsot, amit múltkor már megnéztünk, a HDD temp és az SDA, vagyis az első merevlemezem hőfokát írja ki. Már akkor is tudtuk, hogy hát ez volt a példa, hogy ezt Mezei Laciként nem tudom futtatni, ráütök, és azt mondja, hogy engedély megtagadva. Hát ha az engedélyt megtagadja, akkor az engedélyt meg kell emelni, az engedélyezési szintemet meg kell emelni, kétszer megnyomom az ESC-et, és mit láttok? Ugyanazt a parancsot beírta úgy, hogy sudo. Semmi más nem csinál a kis plugin, de igencsak kényelmes. Miért kényelmes? Ahogy a blogomban is észrevettétek, hogy
az esetek nagyon nagy részébe nem teszem elé a sudo parancsot, mert nekem az az elvem, hogyha te bemásolsz valamit a terminálba, automatikusan gondolkodás nélkül, akkor már a sudoval elérhető parancsokat ne tud automatikusan elindítani, hanem jelezzen valami módon a gép, hogy bocsi, de ez nekem nincs jogod, megnézed a parancsot és elé kell írni a sudot, hogy nehogy véletlenül valami nagyon-nagyon rossz dolgot csinálj. Egy sudót leszoktam hagyni, hogy azért kétszer ellenőrizem, és egy enter lenyomására bekéri a jelszavamat, és enter, és rögtön kérje, hogy 25 fokos a Winchester, hát természetesen ennyi. Tehát ilyen kényelmi dolgokat érdemes összeszedegetni, automata kiegészítéseket, ajánlásokat, vagy esetleg ilyen pluginokat, meg esetlegesen olyan szépészeti dolgokat. Nézzétek meg az Ohmi ZSH-nak a pluginjai között, a témái között azokat, amik neked tetszenek, sokkal-sokkal szebbet össze tudsz hozni, mint az enyém. Plusz természetesen, ha van lehetőséged arra, hogy az adott shellt, vagy az adott parancsot, amit használsz, azt be tudsz színezni, vagy helyettesíteni olyan parancsal egy alapparancsot, ami színes és sokkal jobban néz ki. Emlékeztek a MAN parancsa, ami már úgy van beállítva a gépen, hogy színes legyen, ne fekete-fehér, sokkal jobban olvasható, sokkal jobban átlátható lesz egy parancs. Azaz törekedjünk arra, hogy a környezetünk kényelmes legyen, és ne kelljen különféle sokat gépelek, elmegy az egésztől a kedvem, témával foglalkozni. Próbáljunk meg egy kicsit emberibbé tenni egy olyan környezetet, ami igazából ősi, hiszen terminálon keresztül beszélgettek az 50-es, 60-as, 70-es években is a gépekkel. Azért nekünk azért ez már egy kicsit legyen kényelmesebb. Ez az első, te tedd kényelmesebbé a rendszeredet. A másik, amivel te nagyon-nagyon-nagyon kényelmessé tudod tenni a shellbe való dolgot, a terminálba való munkát, ha megismered az alap terminál használati módokat. Az alap terminál használati mód, hát ez nagyon szépen hangzik, igaz? Mindenki azt hiszi, hogy most olyanokat fogok neki mondani, hogy hanyat tessék, és olyan trükköket ismer meg, amit más nem tud. Dehogy! Ismerd meg az alaprendszer működését. Az alaprendszer működése nagyon-nagyon egyszerű, például a shelledbe van olyan, hogy history, történet. Fogod a gépedet, megnyitod a terminált, és megnézheted a régebbi parancsokat. Hogyan tudod megnézni a régebbi parancsokat? Természetesen úgy tudod megnézni a régebbi parancsokat, hogy fogod, és a felfele mutató nyilat nyomkodod. Látod, jönnek elő azok a parancsok, amiket begépeltem én az elmúlt időszakba, és működnek. Egymás után szépen fölfele lépkedünk, 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 a régi parancsokat elő tudod hozni. Ennek kettő darab olyan hátránya van, ami igazából periférikus, de jobb, ha tudod. A régi parancsok között előfordulhat olyan, velünk nem, de mással előfordulhat, hogy a parancs sorba te explicit beírod a jelszavadat, azaz nem amikor bekéri a Laci jelszava, és nem lát semmit, amit gépelek, hanem vannak olyan parancs megoldások, hogy a parancs sorba beírogathatod egy-egy jelszót, és azzal beléptet. Ezt inkább hanyagoljuk. Nem nagyon szokott előfordulni ilyesmi, inkább a scriptesített dolgoknál, hát ott a scriptekben ott szokott lenni, hát egy-két helyen a bekért jelszó, de maradjunk annyiba, hogy természetesen nem használjuk például a Mega NZ tárhelyünknek a külön shell parancsait úgy, hogy explicit beírogatjuk a indító fájlba a jelszót, illetve hát a user nevünket, és akkor mindenki a parancsorból egy kicsit fölfele lapozva megtalálja. Ez az egyik. Ilyet nem követünk el, természetesen mindig bekéretjük a parancsot, azt beírjuk, az nem kerül rögzítése. A másik probléma pontosan az, amit már
ti ismertek ezzel a dologgal, hiszen már az előző részben is, most is kitértem arra, hogy nem mindegy, hogy hol adott ki a parancsot. Természetesen az, hogy CP vagy CD vagy MKD-r, azek olyan parancsok, amelyet kiadsz, csinálsz egy MKD-rral, egy könyvtárat aztán kalapkabát a rossz helyen csinálod, kitörlöd, vagy a frissítési parancsok, vagy egyéb ilyen parancsok, hát bizony teljesen mindegy, hogy melyik könyvtárba adod ki, mert nem a könyvtárat használják, nem azt a helyet használják, ahol lokálisan vannak, hanem hát lefuttatnak egy frissítést, vagy csinálnak egy könyvtárat, amit ki lehet törölni. De például egy törlési parancs, vagy egy titkosítási parancs, vagy egyéb ilyen parancsoknál, hát azért nem mindegy, ahogy én az előbb említettem, hogy a kuka könyvtárba fut le az a parancs, hogy törölj ki mindent, vagy például a dokumentum könyvtáradba. Azaz, hogyha én a kuka nevű könyvtáromba lefuttatom az RMF csillag, és akkor mindent kitöröl felkiáltású gondolatot, és utána átmegyek a dokumentum, ahogy átmentem itt a dokumentum könyvtárba, és ott fölfele lapozgatok, és látom, hogy törölni lehet, kötőjel, F, csillag, és enter, és akkor kitöröl mindent. Tehát mindig tud, hogy ki vagy, mármint hogyan vagy bejelentkezve, és hol vagy. Ez a hátránya a visszaléptetésnek, hogy előfordulhat, hogy nem kívánt helyen futtasz egy jó parancsot, ami az előző helyen, könyvtárba neked kellemetes volt, hiszen ott el akartad végezni, de éppen nem figyelsz, és máshol vagy, visszalapozgatod a parancsodat, és természetesen hát egy törlési, egy tisztítási parancs azért nem mindegy, hogy hol fut le. Oké. Látható le, föl, billentyű, erre teljesen megfelel, azaz a történetbe, az elmúlt kiadott parancsoknál tudsz léptetni, és tudod azokat a parancsokat újfent futtatni. Ez nagyon kényelmes, hogyha ilyen parancs van. Ez egy jó hosszú parancs, és ezt szeretnénk újra lefuttatni, annélkül, hogy az egész hobelbancot jó sok betűt begépelnénk, hogy C, A, T, üres hely, megkeressük a dolláriért, a home-nak természetesen nem lehet kisbetűje, akkor a space megnyomott H-O-M, tehát értitek, hogy miről veszek? Kényelmes dolog, de oda kell figyelni, hogy ezt a részt hogyan használjuk. A parancsokat jellemzően úgy adjuk ki, hogy begépeljük, enter, és megy. Illetve én azt szoktam mondani, begépeled, ellenőrződ, és enter. De előfordulhat, hogy bele szeretnénk javítani, mert valahol nagy kimaradt valami, vagy mind ahogy itt látjátok, enter tütök, aztán nem az lesz, amit szeretnénk, mert nem így kéne kinézni, és természetesen hát bele kéne javítani. Mi a probléma? Visszahívom az előző parancsot, és hát bizony hiába nyomom a fölfele gombot, akkor nem lép a következő sorba fölfele, hiszen ez elég hosszú parancs, és hát még az egérrel is hiába kattingatok ide, hiszen a config elől hiányzik a pont, és hát akkor most hogyan lehet ez javítani? Az adott parancsorba úgy tudsz javítani, hogy a visszafele vagy hátrafele, előre, hátra, jobbra-balra inkább így mondom, nyilacskát nyomogatod, és léptetsz, és ahogy lehet látni, az a kis téglalap, vagy kurzor, vagy akármi, lépked oda, ahova te szeretnél, szépen lassacskán oda megy, odaérsz, és akkor megnyomod azt a gombot, amit szeretnél ott javítani. Természetesen itt is a visszatörlés, tehát a backspace működik, ha azt megnyomod, visszatörlés történik, vagy a del gomb, ugyanúgy, mint a szövegszerkesztőbe, azzal a különbséggel, hogy azért a szövegszerkesztőbe kényelmesebb navigálni, de azért a gombokkal, tehát a nyillal jobbra-balra nyíl, illetve a del, illetve a visszatörlés gombbal tudod szerkeszteni a parancsort, azaz nem kell az egészet újra begépelni. Oké, a törlést a Ctrl-D-vel is meg tudod tenni, de hát nyilvánvalóan a del gombbal lényegesen kényelmesebb, illetve a backspace, tehát a visszatörlést a Ctrl-H gombbal is meg tudod tenni. Nézzük is meg, megnyomva Ctrl-H-t, és akkor visszatörölte, tehát kitörölte azt a
karaktert, amit én szerettem volna kitörölni. Egyetlen egy olyan dolgot érdemes megjegyezni, ami hát szerintem egy kényelmi funkció, hogyha te az utolsó pár részt, vagy innétől kezdve a végéig szeretnéd kitörölni, akkor nem a Ctrl, hanem az Alt-D gombot megnyomod, és az adott sorba úgy elkezdődnek a következő space-ig törlődni a dolgok. Azaz kényelmes dolog egy-egy szót, hát vagy akármilyen karakterláncot a következő space-ig ki fogsz tudni törölni, és hát ezt lefuttattuk, és igazából valamit kiírt. Hát ezt a parancsot kérde megszakítani, azaz érdemes elgondolkodni azon, hogy hogyan tudsz egy futó parancsot megszakítani. Arra nagyon figyelj, nem úgy szakítjuk meg a futó parancsot, hogy bevágjuk az ajtót, azaz a terminált lekapcsoljuk, bezárjuk, hanem hogyan megnyomod a Ctrl-C-t, és visszakapod a adott helyzetbe a kurzorodat, a parancsorba lévő írási lehetőségeket. A következő gondolat, hogy lássuk, hogy az előbbi parancs, amit beírogattunk, az nem egy hülyeség volt, itt a látható az, hogy a pötty a konfig előtt ott van, ez a hosszú indítja el ezt a kis röfi menüt, ami éppen arra alkalmatos, hogy a gyors billentyűimet szépen kírja. Azaz, nyilvánvalóan vannak kényelmes, gyors billentyűk, amivel le tudod törölni a táblát. Ops, letörölni a táblát. Eljutsz ide lefele az aljára, és utána, hát jussunk el az aljára, nyomkodom az Entert, és mit látunk? Eljutunk a legaljára, és utána megy fölfel az egész. De hát, hogyha tele van a hát terminálod kiírása, és szeretnéd újra itt fönt kezdeni, akkor mit kell beírni, hogy Clear parancsot beírod, és elindul a törlés, letörli neked a táblát. Menjünk megint lefele, és hogy azért ne csak ilyen mindenféle akármit lássunk, a törlési gomb nem csak ennyiből áll, hanem megnyomod a Ctrl-t és az L-t, és letörli. Tehát nem kell a Clear parancsot beírni végig sok betűvel, hanem a Ctrl-L gyors billentyűvel le tudod törölgetni az egészet. A navigáló billentyűk, keresünk egy hosszabb parancsot, aminek van értelme, a navigáló billentyűket is használhatod egy-egy hosszabb parancs szerkesztéséhez. Én azt mondom, hogy ezek már kevésbé fontosak, a Ctrl-L, a Ctrl-C, meg az előbb elmondott parancsok, vagy hát gyors billentyűk, inkább így mondom, azok nagyon fontos, hogy ismerd, mert gyorsan tudsz vele dolgozni, gyorsan tudsz léptenni. A kurzor mozgató parancsok, hát nem biztos, nem 100%, hogy az életünk vágya, hogy megtanuljuk, de aki sokat gépel, annak érdemes. Például nyilván a Home gomb megnyomásával a parancs elejére, az End gomb megnyomásával a parancs végére fogsz lépni, ugyanezt eléred a Ctrl A gomb lenyomásával, vagy a Ctrl E gomb lenyomásával, és lépkedek egy kicsit, nyíl billentyűket erőteljesen nyomkodom, hogy valahol a középre eljussak. A Alt B az mit csinál? Egy-egy space-nyi helyet, tehát a következő space, egy szónyi helyet ugrik előre. Az Alt F billentyű mit csinál? Megnyomom az Alt F, az Alt F, ez az előzőnek a, hát hogy is mondjam, az ellentéte kellett volna lennie, lépni előre, ugorni előre egy-egy szó, de nem az történt. Miért? Mert a gyors billentyűk ütköznek az én terminálomnak a gyors billentyűvel. Ez mondjuk más terminálba, terminál emulátorban nem így fordulna elő. Nézzük is meg, hogy ez hogyan működik. Én nyitottam egy másik terminált, ami az Alacrity, és akkor ugyanígy visszakeresünk egy hosszabb parancsot. Itt azért lehet látni, hogy nincs az a
felső menüsor, meg a betűméretek is kisebbek, itt nem lehet dinamikusan menet közben változtatni, lehet a konfigurációs fájlok szerkesztésével, de ezt jelen pillanatban hanyagoljuk, nézzük is meg, hogy az előbb nem tévedtem-e valami iszonyat nagyot az Alt F-fel, az Alt F, látod, ugrik egy-egy ilyen szakasz, odébb, így kényelmesebben navigálhatsz. A következő gondolat pedig az, ami egy kényelmi funkció, igazából nagyon jó dolog, hogyha tudjuk. A Ctrl-L-ről beszéltem, letörli a táblát, Ctrl-C megállítja, kivégzi, ismétlem, kivégzi az adott parancsot, és ehhez a hát megállít, kivégez közötti dologhoz van kettő gyors billentyű. Én elindítok egy frissítést, Up-L. Ez nem minden rendszerbe fog bent lenni, természetesen ez egyébként egy alias, azaz igazából nem egy parancs, hanem annak egy verziója, és bekéri a jelszavamat, és elindul egy frissítés. És azért most veszem fel ezt, mert most egy kernel frissítés is lefutna, és ahogy látjátok, a kernel frissítés az úgy működik, hogy jó sok mindent kiír. Folyamatosan kiír mindent, futnak a betűk iszonyatosan, és ez nem teljesen jó mindig, és szeretnék ezt leállítani, mert mondjuk téged zavar, és akkor megnyomod, hogy Ctrl-S, és megáll az egésznek a kiíratása. A képernyő összes kimenetét leállítja, azaz nem a futást véglegesen kivégzi, hanem csak leállítja a kiírást, ezt újraindítani a Ctrl-Q-val fogod megtenni, és ahogy látni, el is indult. A következő dolog, nyilván én most nem fogom megvárni, mert egy 5 perc, míg a kernelt lefordítja. Mit teszek? Leállítom a futó programot, mivel a Ctrl-C-vel. Természetesen ki fogja neked írni, hogy aborted, ezzel kivégeztük szerencsétlen kernel fordítási műveletet, kiléptünk, oké, Ctrl-L-lel letöröltem a táblát, és utána már teljesen újra tudom használni a terminálomat. Azaz Ctrl-L törlés, Ctrl-C leállítom véglegesen, a Ctrl-S, Ctrl-Q pedig a kimenetet fogja neked leállítani, ha éppen olyasmid van. Ez kényelmi funkció, igazából nem 100% kell tudni, hogy az S és a Q mit jelent, de én úgy gondolom, érdemes ezt használni. Van még egy pár olyan hát parancsocska, illetve gyors billentyű, amit érdemes használni. A Ctrl-V, megnyomom a Ctrl-W-t, az előző részt, előző szót a space-ig, az üres helyig, kivágja és a vágólapra teszi, azaz nem kitörli, hanem a vágólapra fog átkerülni. Ha szeretnéd visszarakni a parancsorba máshova, vagy akárhova, ahova kell, megnyomod a Ctrl-Y-t és látod, ide szépen behelyezi. Ugyanezt, tehát ezt lefuttatom az ezer, az igazából semmi olyasmi, visszamegyünk a hosszú parancsra, a Ctrl-K, nézzük meg, hogy mit jelent a Ctrl-K, Ctrl-K a kurzortól a végéig kivágja az adott részt, és utána a Ctrl-Y-nal vissza is fogod tudni helyezni, ha éppen olyan gondolatod van. Ez természetesen nem csak úgy működik, hogy a kurzortól a végéig, vagy a kurzor előtti szót, vagy kurzor utáni szót kivágatjuk, azaz Ctrl-W a szót, a kurzor előtti szót, vagy darabot, vagy karakterláncot kivágja, vágólapra illeszti, a Ctrl-K a kurzor utáni részletet teszi a vágólapra, a Ctrl-U a kurzor előtti részt vágja ki, és teszi a vágólapra, és amit kivágtunk, a Ctrl-Y-nal lehet beilleszteni.
A következő rész már valóban egy olyan, hogy aki nagyon sokat dolgozik, és sok változót, állandót, meg nagybetűvel irandó dolgot kell neki begépelnie, és nem szeretné állandóan a shiftet nyomkodni, annak érdemes megjegyezni, csinálunk egy jó kis hosszú parancsot, és a J betűtől kezdve nagybetűssé kellene tenni. Emlékeztek a dollárjel, home feliratra, ami nagybetűs, és ha véletlenül kisbetűvel írod, nem mindig lesz neked jó. Megnyomod az alt és upper, azaz nagy U betűt megnyomod, és a következő rész, ami a kurzortól a szó, ismétlem, a szó végéig, az nagybetűs lesz. Ezt a trükköt is az Alacrity-ben mutatom meg, mert nagyon kényelmes dolog, hogy gyors billentyűzünk, meg gyors billentyűket használunk, de általában a rendszerhez, illetve például az XFCE 4-es terminálhoz hozzárendelt gyors billentyűk is vannak, és azok üthetik egymást, azaz más csinál, mint amit én szeretnék bemutatni. Ezért áttértem egy pillanatra az Alacrity-re, ami egy kényelmes terminál, és hát abban biztos nem csinál hülyeséget a gyors billentyű. Beírtam, hogy Alma körte. Igen, ám, de rájöttem, hogy itt a szintaktika az, hogy körte, alma. Mit csinálsz? Kitörlöd, és újra begépeled. No hát, aki egy kicsit okosabb, az nem így csinálja, hanem megnyomja az alt, tét, és helyet cserél. Megint megnyomom az alt, tét, helyet cserél. Tehát, hogyha véletlenül szavakat összekavircolsz, akkor sincs semmi baj, ezzel az alt tével fel tudod cserélni. A másik állandó előforduló hiba nálam, hogy összekavarok két betűt. Nyilvánvalóan visszatörlöm és be tudom írni, de hát igazából ez nem annyira menő dolog, és hát hogyha egy kicsit már egy kicsit jártasabbak vagyunk, akkor már a Ctrl T-vel ki tudjuk cserélni a kijelölt betűt az előtte lévő betűvel. Azaz megnyomom a Ctrl T-t és a körtének a végét. Nézzétek, és akkor nem körte lett, hanem köret lett. Ennyi. Érthető? Tehát Alt T két szót, ami ki van jelölve az előzővel kicseréli, a Ctrl T természetesen két betűre fog ez vonatkozni, és nagyon gyorsan, nagyon hatékonyan tudsz dolgozni. Én azt mondom, hogy pár olyan gyors billentyű van, amit érdemes ismerni, a Ctrl-L, tehát bizony töröljük le már a táblát, a Ctrl-C a megszakítást, illetve hát véleményem szerint a törlés, visszatörlés, navigálunk fölfele, jobbra-balra, parancsorba, illetve a historiba, a történetbe, azokat mindenképp érdemes ismerni, a többit is, hát nézzétek át, jegyzeteljétek ki. Én a blogomba összeszedtem azokat az általános terminálos gyors billentyűket, amit érdemes ismerni. Ezek közül választ ki azokat, amiket te használni szeretnél, vagy akarsz használni, mert azt használsz, amit akarsz, amivel te gyorsítod a munkádat, és azokat be kell gyakorolni, meg kell jegyezni gyakorlatilag 4-5 gyors billentyűvel, meg a megszokott del visszatörlés föl le a történetbe, jobbra-balra, a parancsorba navigálással, azzal el lehet szépen lenni, de ezeket a finomításokat is érdemes átgondolni. Szócsere, nekem sokszor előfordul, hogy a szócsere hasznos, illetve egyéb gyors billentyűket is használok. Köszönöm szépen, hogy meghallgattatok, mindenkinek jó gyakorlást kívánok. Tudom! Tudom, hogy mindenki azt várta, hogy ebbe a részbe már olyan titkos, rejtett, okult parancsokat fogunk megbeszélni, amikkel aztán kettőször beütöd, és akkor a géped röpülni fog, és hát nem kell semmit csinálni, és mindennek sem. Nem. A terminálos munkának az az alfája és omegája, hogy megpróbálunk kényelmesen dolgozni, pontosan dolgozni, begépeljük a parancsot, és végrehajtjuk. De ez a begépeljük a parancsot, ez a szűk keresztmetszete, mert amikor valaki azt mondja, hogy terminálos munka, mindenki elfut, mert atya Isten, ilyen parancsokat begépelni, hát ő bizony 101% hogy nem fog, hát a 170-180 karakternyi betű, hát az, hogy hogyan gépeli be, hát leszakad az ujja, amire végez.
Ne, és ha egyet elront, akkor mi van? Pontosan azért mondtam el ezeket az alapokat, hogy megértsük azt, hogy itt valóban lehet kényelmesen dolgozni, vannak jópofa, hasznos kiegészítők, és hogyha egy kicsit ezeket a gyors billentyűket megszokod, akkor már gyorsan, hatékonyan tudsz javítani, áttérni, régi parancsot visszahívni, régi parancsot kiegészíteni, belejavítani, és utána már gyorsan, hatékonyan végzed el a munkát. Köszi szépen, sziasztok, sziasztok!